Sziasztok! A héten napvilágot láttak izgalmasabb hírek, miszerint például a Skoda belevág az elektromos autó bizniszbe, illetve kiderül hamarosan, hogy most akkor lesz Tesla autókereskedés, avagy nem lesz Tesla autókereskedés Budapesten. Tartsatok velem! Több nagyobb és nevesebb híroldal is közzétette a hírt, miszerint a Tesla márkakereskedést fog nyitni Magyarországon, azon belül is fővárosunkban, Budapesten. Ezeket az írományokat egyébként rendkívül hatásvadász címekkel látták el, mint például hivatalos itt a nagy bejelentés a Teslának, márkakereskedést fog nyitni Budapesten. Nos, az a helyzet, hogy ez nem teljesen így van, hiszen itt most egy Kft-ről van szó, akik értékesítési, illetve átadási pontot nyitnak fővárosunkban. Ez azért is egy fontos eset, hiszen úgymond semmi köze nincs ennek a dologhoz az amerikai gyártóhoz abból a szempontból, hogy a Tesla szereti közvetlenül értékesíteni autóit, ezt jelen esetben online teszi, vagy pedig saját kereskedésükben, akár Amerikában ugyebár. A szóban forgó cég egyébként rendelésre értékesít, ami nem tesz más, mint hogy nekik is meg kell ugyebár rendelni a Teslától az adott modelleket, mint ahogyan bárki másnak. A napokban megkezdték árverését három különleges Opel Lotus Omega modellnek. Születésének éveiben, vagyis 1990 és 92 között, ugyanis akkor gyártották ezeket a típusokat, rendkívül gyorsnak, sőt a leggyorsabbaknak számított ez a sportszedán. Egyébként a kódnevén Type 104-esnek hívják. Három darabot fognak árverésre vinni, illetve vittek már el, ezek közül az egyik egy 1992-es kivitel, összességében 160 000 kilométert futott. Becsült ára ennek a modellnek 10 és 12 millió forint közé lett belőle. Az ezt követő modell egyébként egy évvel fiatalabb 92-es kivitel, ez összességében 67 000 kilométert futott, a harmadik példány pedig egy német belpiacos, balkormányos verzió, melyet nem nagyon hajtottak meg az évek során, tehát ez azt jelenti, hogy a hátsó kertben valahol ott a súfni közelében el volt ugye dugva. Egy vadonatúj elektromos tanulmánnyal érkezik a Skoda a 2019-es Genfi autószalonra. Nos, manapság ugye már nemigen tudni olyan autógyártóról, akik ne rukkoltak volna elő bármiféle elektromos vagy villanyosított példánnyal az évek során, most a Volkswagen koncern tulajdonában álló Skoda sem akar kilógni a sorból. A Vision iV vagy iV névre keresztelt koncepcióautó egy kupé formátumú elektromos crossovernek ígérkezik, és egyébként a gyártó tervei között az áll, hogy 2022-re nagyjából 10 ilyen elektromos jellegű példányt bemutathassanak. Jaj, hírműsor, bocsánat, már is bezombultam. Az ORFK honlapján szeretné figyelmeztetni az embereket, hogy ne váljanak utcai zombikká. Mindez annyit tesz egyébként, hogy statisztikák alapján a magyar közutakon évente átlagosan 2500 embert ütnek el valamilyen baleset során, ebben nagyjából 150-en szokták életüket veszíteni. Ennek kapcsán Fekete Patrik egyetemista készített egy videót az ORFK OBB és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezet közreműködésével. Szóval ne legyetek zombik! Most akkor egy vidámabb hírrel folytatnám, ami annyit tesz, hogy Ausztráliában egy államban lehet a világon elsőként emojikat, vagy hangulatjeleket kérni a rendszámtáblákhoz. Az ügyfelek eleinte 5 féléből választhatnak, ezek pedig a szív, a mosolygós, a nevetős, a napszemüveges és a kacsintós hangulatjelek. Az Audinál új rendszert fejlesztenek, melynek lényege, hogy a vezetők lehetőleg ne, vagy inkább a legkevesebb ideig ácsorogjanak a piros lámpáknál. A rendszer pofon egyszerű elven működik, a lámpák, közlekedési lámpák adatait hasonlítja össze az autók helyzetével és haladásával, majd jelez egy ajánlott sebességet a sofőr felé, hogy mégis mennyivel haladjon ahhoz, hogy folyamatos zöld hullámban hajthasson végig az egyes útszakaszokon. A rendszert egyébként már jelenleg tesztelik Amerikában, egyes városokban és egyes régiókban. A 2017-es évjáratú vagy annál későbbi modellekben az A3-as és a TT típusok kivételével. Egyébként a Facebookon érkeztek ezzel kapcsolatban vicces, érdekes kommentek, mint például hát az audisoknál eddig sem létezett a piros lámpa fogalma. Írjátok meg itt kommentben a videó alatt, hogy ti mit gondoltok ezen fejlesztéséről az Audinak. köszönöm, hogy velem tartottatok, hírműsorunk végéhez is értünk. YouTube, Facebook, Instagram, köszönöm, hogy meghallgattatok, további szép estét nektek, sziasztok!